Közel 200 állatokat ábrázoló rajzból nyílt kiállítás a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján, ugyanis idén is meghirdette a Nálatok laknak-e állatok című pályázatát a Diadaluti Általános Iskola és a Rákos Csaba Új Telepért Egyesület. A megnyitó résztvevőit elsőként Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere köszöntötte. A városvezető elmondta, a kiírt rajzpályázat, amellett, hogy lehetőséget biztosít a gyermekek számára tehetségük bemutatására, közelebb hozza hozzájuk az állatok világát és az állatokkal való együttélést is. Ez talán már kiskorban elkezdődik ezzel is, hogy megtanuljuk, hogy az állatokkal hogy kell bánni, hogy kell együtt élni, vagy mi az, ami nekünk tetszik az állatokban, és ez már kicsi korban elkezdődve, felnőtt korban már egyre természetesebb lesz. Úgyhogy ezért is tartom jó ötletnek ezt a pályázatot, de hát a másik pedig az, hogy a kézügyességeteket meg tudjátok mutatni, hogy milyen ügyesek vagytok, és tényleg, mint mondtam az elején is, nagyon szép rajzok vannak. A január 7-éig látogatható tárlatanyagát egy zsűri is értékelte, köztük Szalai László keramikus művész, aki hosszú évek óta részt vesz az alkotások elbírálásában. Amint beszédében kifejtette, az idei esztendőben is kiváló munkák készültek, melyek mindegyikén jól látszik a természet szeretete és a gyermekek személyiségének lenyomata. Őszinte rajzok, tehát nem olyanok, amikre az ember azt mondja, hogy ezek ilyen megcsinált, hanem amit a látványból ősz, tehát egy állatra gondol, vagy egy természeti jelenség, az a maga eszközeivel tudja pontosan kifejezni. Én ezt szeretem ezekben a munkákban, és tényleg még egyszer gratulálok a szülőknek, a pedagógusoknak ahhoz, hogy ez a munka létrejöhetett, mert nélkülük ez a dolog nem valósulhatott volna meg. A mostani kiállításon, melyet immár 19. alkalommal hívtak életre a szervezők, a diadalos tanulók és a kerületi óvodások mellett több rákosmenti oktatási intézmény is jelen volt festményeivel és rajzaival. A 19 év mindegyik kiállításán szerepeltek a kerület óvodásai. Az idején is itt vannak. Létszámban egy kicsit kevesebb pályázat volt, mint szokott lenni, de örömmel vettük, hogy a Podvanicki Református Általános Iskola, Óvoda és Általános Iskola diákjai, illetve a Gregor József Általános Iskola kisdiákjai is neveztek. A megnyitó az esemény szervező tanintézet harmadik C-osztályos diákjainak Egerek gyűlése című előadásával folytatódott a fórumteremben, majd Mócsi Miklós, a Rákos Csaba Új Telepért Egyesület elnöke szólt a résztvevőkhöz. Mint elmondta, a kezdeményezés célja az, hogy minél több gyermek átélje az alkotás folyamatát. Ha valami megjelenik a fejünkben, előveszünk pár eszközt, ecsetet, festéket, színes ceruzát, egy papírra teszünk színes pontokat, és megjelenik egy kép. Ha szerencsére az, amit elképzeltünk, ha nem, akkor picit más, de az nem baj, csak próbálkozni kell, és érvezni ezt a csodát. És köszönöm szépen, hogy ezt megtettétek. Ezt követően Horváth Tamás polgármester és Mócsi Miklós közösen adtak át okleveleket és ajándékokat a pályázaton legjobban teljesítő tanulók számára.